A Békésmegyei Nemzetőrség elsősegélynyújtásból előadásra, valamint Airsoft fegyverbemutatóra hívta a gyerekeket a Rákóczi Telepi iskolába. Akadt, akinek különleges élmény volt egy fegyvert kézbe venni, és volt, akinek könnyedén ment. Az Airsoft bemutató mindenképpen érdekes programnak bizonyult pénteken a Rákóczi Telepi iskolában. Ez periféria. Egy nagyon aranyos, egy nagyon jó kiállású iskola. Kell az itteni gyerekeknek is az, hogy bármibe tovább képezzék, az egészség és maga a túlélés lehetősége, mert nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Ezt a célt szolgálta a Nemzetőrök programja. A szabadban a fegyverekről, az egyik tanteremben az elsősegélynyújtásról tudhattak meg többet a gyerekek. Ez kimondottan egy airsoft fegyver. Ez az airsoft az olyas, mint a paintball, csak ottan éppen festéklövedékekkel lövöldöznek, mi műanyag lövedékekkel lövünk. Ez a fegyver nem igazi, viszont az igazinak a teljes egy az egyben hasonmása. 6 mm-es műanyag lövedéket lő ki, akkumulátor hajtja. Igazából a csőtorkolati energiája se olyan hú de nagy, úgyhogy teljesen alkalmas ilyen hobbi sportra. A használatához fontos tudni a védőruházat miben létét is. Az első és legfontosabb védelem az a védőszemüveg, azt mindenféleképpen, illetve a maszk ajánlott, ugye az arcvédő maszk ajánlott. Nem bír olyan hú de komoly sérüléseket okoz, nyilván a puha bőrfelületen, ami mit tudom én, tehát egy könyök tájékán vagy egy tenyér tájékán, szóval ahol puhába bőrfelületet tud némi sérülést okozni, de az se jelentős. A gyerekek azt a nem egyszerű kérdést is megpróbálták megválaszolni, mire valók a fegyverek. Például bankrablás van, és onnan fegyver, akkor meg tudjuk védeni magunkat. Meg ha véletlen maga felé fordítja, ha van benne történy vagy valami, akkor simán meg is ölheti magát. És akkor ez hogy lehet elkerülni szerintetek? Páncélmellénnyel, meg hogy nem fordítjuk magunk felé a pisztolyt. Meg az is lehet, hogy jó embereket lelövik. El kell futni, és meg kell védeni a másokat. És kell hívni a rendőrséget, hogy a bankrablás lesz, vagy a elrabolnak tőlük, és a pisztolya fejegetőznek, hogy adjuk oda a dolgainkat. Megvigyázni kell a gyerekekre, hogy ne kerüljön semmi fegyver a kezébe, meg ne tartsanak otthon fegyvert, meg ne olyan látványos helyeken, ahogy látszik. Ilyen komoly hozzáállással ismerkedtek a diákok a fegyverekkel. Kérdeztek, így kiderült például... Miért van benne toll? Hogy? Miért van benne toll? Sose lehet tudni, mikor kell írni. De az airsoftosok többször figyelmeztetik a gyermekeket arra is, hogy felelősséggel nyúljanak a fegyverekhez, mert a virtuális számítógépes játékoktól eltérően a valóságban csak egy életük van. Megpróbáljuk összegyűjteni a legfontosabb dolgokat. Sérülések, vérzések különböző fajtáiról, sebellátásról tudhattak meg többet a gyerekek a tanteremben. Különös hangsúlyt fog kapni az égési sérülés, és a óra végében pedig újraélesztésről lesz szó. A diákok egy része meglepően sokat tudott a témáról, mások pótolták a hiányosságokat. Picit alulra, picit felülre, ne csúszson el. A szakemberek szerint is fontosak ezek az ismeretek, hogy vészhelyzetben hasznosíthatóak legyenek. Hát reménykedünk benne, amit az előadáson mutatunk, illetve tanítunk, hogy eszükbe fog jutni. Bár az ijegység miatt nem valószínűsíthető, de viszont, hogyha többször hallják ezeket az előadásokat, akkor lehet, hogy el tudják sajátítani és segítséget tudnak nyújtani a hozzátartozói számára.